alapjára szoktunk elmenni ezen a vasárnapon, hanem a Gizella otthonban is, és az ott dolgozók már nagyon régen mondták, hogy valószínű nem lesz angyalfia vásár. Erre már lélekben elég régóta felkészültünk, hogy erre a programra az idén nem számíthatunk, habár én nagyon szerettem személy szerint, vagy nagyon szeretem még most is, hogy oda eljárunk énekelni. Itt a református templomban, a gyülekezetünkben, és nagyon sok alkalom adódik arra, hogy advent és karácsony idején énekeljünk, és ezekre az alkalmakra külön-külön énekszámokkal szoktunk készülni, és ezeket, ha összeadjuk, egy nagyon szép csokor összegyűlik, amit nyilván, ha már megtanultunk, akkor nagyon szívesen megajándékozzuk vele a város népeit is. Angyalfia vásárral kapcsolatban konkrétabban tudnám megfogalmazni az értékeket. Az egyik az, hogy a Gizella otthonba el szoktunk menni, hálásak az idősek annak, hogy mi ott énekelünk. Szokták mondani, hogy ilyen fegyelmezetten, idézőjelben mondom a fegyelmezetet, ritkán hallgatnak végig műsorokat, a főtéren pedig én azt az értéket szeretném inkább felhozni, hogy más énekarok a városnak más énekkarai is meghallgattuk mi is, ők is meghallgattak bennünket, és hogy a kórustagok egymás között, meg a karvezetők egymás között, akiket megbeszéltük, hogy kinek hogy tetszett a másik műsora, mi volt benne a jó, esetleg mi volt benne az, amit lehetne javítani. Tehát egy kicsit ilyen szakmai megbeszélés, és kialakult a végére, és én ezt is egy nagyon pozitív dolognak érzem. Kicsi házban remékedem abban, hogy egy év múlva már a koronavírusnak csak az emlékei maradnak meg, és meg lehet rendezni ezeket a fajta rendezvényeket. Mi abban remékedünk, hogy így online formában, vagy esetleg az élő istentisztelet közöttéte formájában azért mi elénekelnénk egy pár karácsony éneket, karácsony és advent időszakában. Ezeket majd a kórus elé tesszük majd jövő szeptembertől, és már is mehetnek a próbák.